hogy mi az a fekete lyuk, de egy meglepő fordulattal, mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, azt mondta nekem, hogy inkább beszéljünk egy Canberrai i bozót tűzről. Igen, ez meglepő a történet. Ez Igen, ez a történet, amiről ma beszélünk, pár percet. 2003-ban kezdődött, amikor a Monstromló Obszervatóriumot megsemmisítette egy hatalmas bozót tűz, az Ausztrál Nemzeti Egyetemnek a csillagvizsgálóját, Canberra, Ausztrália fővárosa, a Szövetségi fővárosának a peremén. Akkor a biztosítási pénzből nem ott építették újjá, távcsövet, ami ott leégett, egy szép egyébként kellemes eszköz volt, hanem 500 km adébb fölépítettek egy új robot-teleszkópot, amit a SkyMapper néven ismer a csillagász közösség azóta, és ez a SkyMapper ez azt csinálja, hogy a déli eget lefényképezi. Most már évek óta folyamatosan zajlik a fölmérés. És a SkyMapper, tehát a biztosítási pénzből fölépített új teleszkópnak az adataiban találtak Christopher Onkenék egy pontszerű objektumot. Meglepően fényes, persze nem kell rohanni, hogy ki roh megnézzük éjjel a távcsővel, mert hogy nagyjából olyan a látszó fényességenek a pontszerű valaminek, mint például a Plutóé itt a naprendszerben. Tehát nem, még egyszer, nem olyan könnyű 14 magnitúd, akinek mond ez valamit. Viszont a színei, amit a SkyMapper teleszkóp kimért, azok el, arra utaltak, hogy ez egy, nem egy csillag itt a tejútrendszerünkben, rendszerünkben, hanem egy nagy távolságban levő csillagszerű, hát aktív galaxis mag, amelyeknek a létezését nagyjából 60 éve tudjuk. Ugye 1963 óta tudjuk, hogy ilyen bazi nagy fekete lyukak a galaxis magoknak a közepén nyelik el az anyagot. Ugye a fekete lyuk az egy olyan égitest, ami rendkívül sűrű, és annyira nagy a gravitációs ereje, hogy még a fény sem képes leszakadni róla. Viszont ha behullik az anyag, ez a behulló anyag, ez sugároz. Miért? Azért, mert belezuhan egy nagyon mély gravitációs potenciál gödörbe, és a belső surlódása felmelegíti, és igazából ez az, ez az akréciónak nevezett tömegbefogási folyamat, ez a természet legnagyobb hatékonyságú, Energiát termelő mechanizmusa. A behulló anyag az össz MC négyzető energiájának akár 40%-át átalakítja fotonokká, kisugározza. Na most ugye ezek kozmológiai távolságon működő dolgok, aktív galaxis hívjuk őket, ha rádióban is sugároznak, akkor kvazárok. Ők ezek a kvázi rádióforrások. és ez az új, új égítés, most fedeztek fel a SkyMapper adataiban, Megnézték spektroszkópiával, megnézték űrtávcsővel, megnézték infravörös eszközökkel, és kiderült, hogy tényleg nem egy csillag, egy furcsa színű csillag a tejútrendszerben, hanem a fényet hozzánk olyan 7,5 milliárd év alatt ér ide. Azt mondják, hogy úgy fogalmaztak az ausztrálok egyébként, hogy egy hatalmas, váratlan tű a szénakazalban. Miért mondták ezt? Igen, azért mert hogy a, a kvazárok, tehát ez a pontszerű, rád, aktív galaxis mag, tehát ezek a tömegbefogó, masszív, fekete lyukak, amik tényleg ugye a mitajút rendszerünkben van 4 milliónyi tömeg, itt ebben az egy objektumban 3 milliárd nap naptömegnyi anyag sűrűsödött össze, és a bezuhanó anyag miatt látszik ilyen fényesnek. Tehát ez egy nagyon paradox hogy a, fe, a legnagyobb tömegű fekete lyukak, a legfényesebb források a közvetlenül benyelt anyag miatt, ugye, ahogy elhangzott a fölvezetőben, ennek az objektumnak a fényessége, abból, hogy mennyinek látjuk, és milyen messze van, kiszámíthat, hogy a mi egész tejút rendszerünk által kibocsátott fénymennyiségnek a 7000 szeresedett. vakít, mint az állat, már bocsánat, profán kifejezésért, és ugye igen, ahhoz, hogy mennyi anyagot nyel el, tehát ebből, hogy mit termel, mi képes letemelni ennyi fényt, amit látunk, ehhez részletesen megvizsgálták, hogy mi nem lehet, és akkor maradt az, hogy nyeli be az anyagot, és igen, másodpercenként egy földtömegnyi anyagot nyel el. Azért ez, na, tehát ha én egy fekete lennék, és ennyit ennék, akkor nagyon kövér lennék. Csillagász, és azért ez a csillagászoknak is óriási élmény. Ez tehát egy azt óriási mondják, élmény is... hogy 50, év, 50 éve vadásznak ilyen égítésben. Igen, tehát a kvazároknak most már vannak ilyen milliós katalógusai. Tehát sok százezer kvazárt sikerült felfedezni, és a visszanézési idő függvényében, hogy mennyi a teljes energiakibocsátás diagramon, van egy ilyen nagy hupli, ahol ott vannak a kis halvány vackok nagyon messze, ez pedig elég messze van, de nagyon fényes egy vagy kettő, kb. 8-10 kvazár van, amin még ettől is nagyobb energiakibocsátású, de azok messzebb be vannak. Ugye ezért fogalmaznak úgy, hogy ez elmúlt 9 milliárd év legfényesebb kvazára, és tényleg elképzelhető, hogy nincs még egy ilyen az univerzumban. Ezt akartam mondani, hogy a csillagászok gyakorlatilag biztosak abban azt olvastam, hogy nincs még egy, ez egy rekord, és azt mondta az egyik ausztrál vezető csillagász, hogy gyakorlatilag kifogytunk az égboltból, ahol ilyen objektumok rejtőzhetnek Ez azért Erős, biztos, csak a, biztos csak a halál, ugye ott a háttérben ott van lehet látni a tejút például, hogy a tejút rendszer, a mi saját tejút rendszerünk, az kitakarja az égboltnak egy elég nagy hányadát, ott mögötte infrában átlátszik a hősugarak tartani, lehet, hogy például épp a James Webb-el majd találni fogunk még nagyobb ilyen galaktikus, exogalaktikus szörnyetegeket, tehát soha nem mondod, soha. Most azt mondják, hogy az ausztrálok, hogy azt is akarják vizsgálgatni, hogy ez mitől különbözik a többi fekete lyuktól. Mire juthatnak ezek? Ugye most nyilvánvalóan ez például a James Webb teleszkópnak egy nagyon jó célpont lesz, mert oda megnézni, ránagyítani, és na mi a franc történik? És lehet, hogy azt lehet majd látni, ugye a földi távcsár csak egy pont látszik, de lehet, hogy azt lehet majd kideríteni, hogy két galaxis éppen összeolvad, és a galaxis összeolvadás közben nyeli el az anyagot valahogy, jön az egyik, jön a másik, és akkor nyeli befelé ezt a másodpercenként egy föltömegnyi gázanyagot. Ez egy izgalmas, izgalmas szörnyeteg ott odakint. És még nekünk is izgalmas lett, azt olvastam, hogy egy jobb tápcsővel lehet akár innen a Földről is nekünk. Igen, ugye ez, ezért mondtam, hogy olyan fényes, mint a Plutó, tehát 14-14 viszont rossz hírem van, az északi égről nem látszik, mínusz 43 fokos az égi deklináció, ami elég hideg a mínusz 43 fok, de minden esetre, tehát el kell menni legalább ilyen Kanári-szigetek, vagy Egyiptom délies, déliesebb tájaira, hogy ezt megkeressessük egy olyan 20-25 cm-es távcsővel, tehát egy ilyen